Iskolánk egy csoportja, második éve részese az október 15-én szervezendő Ölelés Világnapja individuális programsorozatnak. Az intézmény fontosnak tartja, hogy a mai elhidegült világba ne csak a telefonjaikat, laptopjaikat, de embertársaikat is megöleljék a fiatalok. Szükség van ezekre a megmozdulásokra, mert látható, hogy az embereket elnyelte a virtuális valóság, ahol maximum bögdösik egymást, de tényleges ölelést már nem osztogatnak. A szervezett megmozdulás mindig egy kicsit közelebb hivatott hozni az embereket, ezen belül nagy hangsúlyt fektetve a gyerekekre. Az iskola egy csoportjának szívügye, hogy a sérült embertársaik, és így a sérült gyermekek is megkapják ugyanazt a törődést, ne legyenek megkülönböztetve hátrányosan, emberként nézzenek rájuk. Ez hatványozottan fontos gyermekkorban. Éppen ezért nagy öröm látni, hogy évről évre több diák csatlakozik a megmozduláshoz. Most is látogatást tettek október 15-én a Békési Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény néhány osztályában, ahol öleléseket osztogattak az arra kész gyermekek számára. Ebben az évben bővült a program, egy számukra kicsit idegenebb és jóval távolibb világgal, egy óvodával, ahol is szintén tárt karokkal, hatalmas ölelésekkel fogadták őket a kicsik és a nevelők. A program igazi sikere, amikor a diákok szemében nem a közöny, a negativitás a domináns, hanem a szeretet és a gondoskodás.